Idézzük fel, mi történt eddig. Az élmezőny már elérte a nyugati medencét. Elsőként a Király Zsolt kormányozta Rafika halottát a tihanyi csövön. Őt Rauschenberger Miklós Principes szája és Litkei Farkas evoklója követte, mögöttük pedig Soponyai Géza avatárja szelte a habokat. Ahogy az várható volt, délutára teljesen szétszóródott a mezőny. A Rafika a gyenge szél ellenére mintegy 2 kilométeres előnyre tett szert a Principesszával szemben, melyet Litkei Farkas és csapata üldözött tisztes távolságból. Az első 3 5 óra előtt érte el a Keszthelyi bóját. A képen a 45. laptop.hu kék szallag Balaton kerülő vitorlás verseny egyik legfontosabb pontja és az egyik legfontosabb pillanata, hiszen a Keszthelyi fordulóhoz érkezik a mezőnyt jelenleg vezető Rafika hajó, és most látjuk a manővert, amivel a bóját kerülik a jelenleg élen álló hajó legénysége. Villámgyors manőver, kívülről úgy néz ki, ugye milyen egyszerű, egyszerűen néhány helyváltoztatás, néhány kötél, néhány vitorla munka, de hát a gyakorlatban gondolom azért ez nagyon kemény és komoly felkészülés és edzés előzi meg. Hantó István továbbra is a szakkommentátorunk. Igen, tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy azt, amit a képernyőn látunk most, egy kellemes, nem túl erős szélben, éppen ebben a pillanatban a 4-es számú bóját veszi a Rafika. És elindult visszafelé. És elindult visszafelé, igen, most még egy terelő bóját fog venni, és utána innentől kezdve már a visszaút következik. A szélviszonyok alapján azt a sebességből arra következtetek, hogy na is láthatjuk most a terelőbóját, és innentől kezdve a Rafika már a visszaúton van. Ez az a korábban említetted bizonyos értelemben kicsit lélektani így határ van. Is, hogy ilyenkor azért egy nagy lendületet ad így a van. Legénységnek. És azt láthatjuk, hogy erős szélnek nem mondhatjuk, hanem inkább azt mondjuk, hogy egy olyan kellemes, talán 2-es erősségű, de még lehet, hogy annyi sem ez a szél. Sajnos a tendenciáját tekintve úgy néz ki, hogy azért változó, mert hol leáll, hol erősödik, és ezt, hogyha itt Füreden kinézünk a vízre, azt is láthatjuk. És közben itt ugye a GPS nyomkövetőnek a jelén látjuk, hogy a 4-es számmal jelzett bóját itt már megkerülte a legelőálló hajó, és mögötte a mi információink szerint körülbelül több mint egy kilométer a hátránya jelenleg az üldözőknek, tehát a Principesszának, illetve a Lizának. Annyit elmondhatunk, hogy ez az első 4 hajó, ez egy nagyon kellemes versenyt fog vívni a következő órákban. Tehát a Rafika, a Principessa, a Liza és az Avatar. Úgy gondolom, hogy ha ez a szél így marad, akkor az első 3 hajó, és természetesen, hogyha jó oldalt húznak most a Balatonon, tehát azt jelenti, hogy azon az oldalon fog elmenni, mondjuk mind a 3 hajó ugyanazt az oldalt fogja választani. Itt látjuk, hogy milyen kemény munkát kell azért ilyenkor végezni. Így van. Tehát ők most a génakkert tulajdonképpen becsavarták, tehát most az élesebb szél jön, és csak a fokkal közlekednek. Ez is bizonyítja azt, amit mondtam, hogy a szél egy kicsit keletiesebb lett. Ezt egyébként láthatjuk a füredi mólónál a zászlókon is. És ha a szél ereje, ne találtam, ugyanez marad, akkor azt gondolom így magamban, hogy az első 3 hajó között fog eldőlni ez a nagy csata, hiszen az ő sebességük lesz az, amelyik most már csak egyre növeli a távolságot a lemaradt hajóktól. Az Avatar lesz szerintem a nevető 4. De természetesen ne feledkezzünk meg az üldözőkről sem. Litkei Farkas a Lizával, hogyha a GPS-es helyzetjelzésnek hinni lehet, most kerüli meg a Keszthelyi bóját, de könnyen lehet, hogy már ez valójában megtörtént. Láttuk a fordulót, ezért furcsa nekem egy kicsit, hogy a GPS más jelez, de az biztos, hogy ő viszont a Lizával és a Lizát üldöző Avatarral egy kicsit leszakadtak most ettől a 2 éllovas hajótól. Szakértőink ekkor azt mondták, Litkei Farkast nem szabad leírni, mert a 10-szeres győztes általában a visszaúton szokott robbantani.
Az előrejelzések pontosnak bizonyultak, hiszen az EvoPro előbb megelőzte a Principessát, amely fokozatosan kiszállt a kék szalagért folytatott versengésből. Valamivel 18 óra után pedig már a Rafika elsőségét veszélyeztette. Sőt. Megelőzte a litkei féle csapat az EvoPro Liza Rafikát, úgyhogy először vezet a versenyen a 10-szeres kék szalaggyőztes. A nem sokkal korábban egy keleti, észak-keleti szélben cirkáltak erre felértve, bocsánat, hülyeséget mondok, délnyugati szélben spinakkeresztek, dzsenakkeresztek a visszafele az úton Füred felé. Majd ez a szél elkezdett megállni, akkor nagyon jókor litkeiek halzoltak és befele húztak a déli part felől a tó közepe felé. Ezzel ezt az északi frissülést, ami megérkezett, ha szabad frissülésnek nevezni egy ilyen párcsomós szelet, ezt ők jobban el tudták csípni, mint a Hunyóthoz közelebb vitorlázó, a déli parthoz közelebb vitorlázó Rafika. Most már ők is felkapaszkodtak ide erre az oldalra, a tó közepe felé, illetve inkább az északi oldalra, de az EvoPro Liza, mint a képen is talán látható, szertett pár száz méter előnyre. Litkei vezetése azonban csak időszakosnak bizonyult. Király Zsolt és Hű matrózai a déli part felé vették az irányt és visszaszerezték az első helyet. A két hajó egyébként lekövette egymás mozgását, így szoros befutóra volt kilátás. Két hajó beérkezett egy célzónába. Ez egyébként most látszik is, mert szerintem például Farki hajója a Liza, az úgy néz ki, hogy plusz sebességhez jutott. Olyan, mint a karnyújtást, hogy lépik egymástól. És most az érdekes lehet ennek a szélnek egyébként az iránya is, hiszen most kérdés az, hogy jó-e ez a szél irány vagy változás esetleg a Rafika Génuájának, mert lehet, hogy a titkei ezzel a Code Zero-val élesebben és jobban ki tudja használni most ezt a szelet. Ábrahámhegy közelében járnak, hogyha a térképre nézek, és pontosan tudjuk követni a GPS-szel az útvonalat. Itt látható meg, ugye az a kék vonal az egy másik vitorlás, amely keresztezi az útvonalukat, de még valószínűleg csak Keszthely felé tart, sőt egészen biztosan. És hát a piros és a lila pedig változatlanul egymás mellett, de úgy, mintha tényleg összetapadtak volna. És az imént láttuk meg, vagy mindjárt látni fogjuk a vízen is, hogy ez tényleg szó szerint érthető, hogy fej-fej mellett haladnak, mert látják egymást, nyilván oda is tudnak figyelni egymásra, és hát azért ők nem csak légvonalban, hanem ott a vízen se lehetnek nagyon messze egymástól. Nem, nagyon közel vannak egymáshoz, és ez most egy hihetetlen szép óriási verseny. Páros verseny, amely, hogyha most elnézzük a mögötte lévő természeti szép képeket, éppen a naplementét és azokat a gyönyörű hegyeket, akkor azt mondom, hogy ez egy ideális szép este, gyönyörű időjárási viszonyok közötti szállva istenek, nincs vihar, nincsen tomboló szél, lehet, hogy egyik-másik hajós ennek most jobban örült volna, de most ez egy ilyen verseny, és láthatunk két olyan hajónak a küzdelmét, amely hát én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy ez technikailag egy közel hasonló két hajó, de azért itt most a koncentráció, az emberi koncentráció fogja eldönteni, hogy ki ér előbb a célba. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy most éppen Litkei Farki foglalta el azt a pozíciót, amit azelőtt a Rafika tudott magának kivívni, azaz a hajó, a Liza, az most a Rafika fölé került, tehát egy ideálisabb taktikai pozícióba került, hiszen föntről esetleg jobban tud dirigálni. Litkei ragaszkodva a jó bevált módszeréhez, még délebbre húzott, és idővel kiderült, jó döntést hozott.
nagyon gyenge szél nem segítette a hajósok dolgát. Ennek ellenére Litkei elsőként jutott át a Tihanyi csövön, és innen már nem volt kérdéses, hogy ki nyeri az éjszakába torkollott versenyt. Érkezik már a füredi befutóhoz Litkei Farkas csapata, a Lizával, vagy új nevén az Evapróval. Az a hajó, amelyik a legnagyobb esélyesként indult neki ennek a versenynek, és ha csak azt nézzük, hogy végül ők érkeznek be, hát legalább egy 1,5-2 kilométer előnnyel az üldöző hajó Király Zsolt Rafikája előtt, mondhatjuk azt, hogy egy papírforma. Nem lehetett tudni még tulajdonképpen a Keszthelyi forduló után sokáig, hogy melyik taktika lesz a nyerő, melyik hajó győz. Ugye a Litkeiék hajója egy kicsit súlyosabb volt, ugye azt mondtuk, viszont ugye a másikon meg többen vannak. Mi volt az a taktikai húzás, vagy az az ötlet, vagy az a kis szerencse szerinted, amivel ott a déli part közelébe manőverezve a hajóját Litkei aztán végül jobban ki tudta használni ezt a gyenge szelet? Hát azt tudom mondani, hogy Keszthelytől úgy Balaton szemesig, ez egy nagyon kőkemény, azt lehet mondani, hogy már szinte egy páros verseny alakult ki a két hajó között. Különösen az szemesig az utolsó periódus, amikor a két hajó tulajdonképpen egyik támadva a másikat, vagy azt mondom, hogy az egyik védekezve a másik támadása ellen, hihetetlen jó taktikával és egy alapvető taktikával, amely szerint egyik nem engedi a másikat, hanem mindig követte a manővereket. És hol Litkeiék voltak olyan pozícióban, amikor úgy nézett ki, hogy ők vannak jobb pozícióban, hol pedig a Rafika. Hozzáteszem, hogy ott volt egy probléma szerintem, amikor egyszer Király Zsolték elengedték szemes után a déli part felé Litkeit, és nem követték le. Hát az izgalmas pillanat után, amíg a Tihanyi szoros volt, ahol ugyan a Rafika még rá tudott futni az Evopro-ra, de aztán onnan elsőként jött ki az Evopro, és szerintem most már úgy gondolom, hogy el is dőlt ez a verseny. Litkei Farkasnak két nagyszerű húzása mindenképpen volt ezen a versenyen, hát nyilván volt több is, de amire emlékezni fogunk, ugye az egyik az, amikor egy nagy vitorla kibontással gyakorlatilag a harmadik helyről villámgyorsan utolérte az addig egész komoly előnnyel előtte vezető két hajót, amit ugye ezeknek a hajóknak a legénysége is elismeréssel nyugtázott, mint láthattuk napközben. És aztán az, amikor valóban ezt a déli váltást, vagy a déli part felé hamarabb elindult, ezt meglépte, ugye említetted ott, hogy ott hűvösebb, vagy hidegebb a víz, hidegebb az a part, a szél egy kicsit kedvezőbb, és mivel a nagy ellenfél Király Zsolt ezt nem követte le, ezt a lépést, végül Litkei Farkas ebből tudott előnyt kovácsolni. Nyilván nem csak ennyi a története egy kékszalag győzelemnek, több óra, tucatnyi óra kemény munkájának, de a Litkei rutinja, a hajójának a képességei, a legénység összeszokottsága végül is ezt a győzelmet úgy néz ki. Az utolsó zártabb rendszerű klasszikus kék szalagversenyen meghozza a gyümölcsét. Érdekesség egyébként, hogy két héttel ezelőtt volt egy balesetük, a hajóval leejtették a dokban az Evoprót vagy Lizát, akkor talán még egy picit maga az indulás is veszélybe került, a győzelem mindenképpen, tehát ezen a nehézségen is urrá lettek. És gondolom, hogy itt már azért nagyon egyfelé néz a legénység, látjuk a képen. Az imént láttuk ugye a GPS grafikán, hogy tényleg most már légvonalban is látszik, hogy milyen közel vannak itt a füredi befutóhoz. Itt most már mindenki azt lesi, hogy a parton milyen fények vannak, mekkora tömeg várja őket, és hogy majd mikor lehet elkezdeni az ünneplést. Igen, tulajdonképpen szerintem pillanatokon belül lehetséges, hogyha ott, nem tudom, jól látom, mert hogyha most a teraszról elnézek arra Tihany felé, akkor most látható, hogy felbukkannak most már vitorla, szabad szemmel is és látható ott lesz. A fotósok ebben a pillanatban és ebben a pillanatban a Kékszalag 45. laptop.hu Balatonkerülő vitorlásverseny győztese Litkei Farkas kormányzásával a Liza, vagy új nevén az Evapro. A végén már nagyon felgyorsultak, ahogy kijöttek a Tihanyi szorosból, az úgynevezett csőből, lehetett tudni, hogy már nem fogják utolérni őket. A 11. Kékszalag győzelme ez Litkei Farkasnak.
és mint azt most a bemondó is mondja, itt a hangos beszélő, a helyi műsor közlő, a történelmi utolsó olyan kék szalag, amelyen csak az ártestű hajók indulhattak, az ő győzelmét hozza. És azt gondolom, hogy innentől kezdve már a következő kihívásokról lesz majd szó, azt hiszem ő maga is ezekre fog koncentrálni, hiszen jövőre akkor már egy más kategóriájú versenyben kell megpróbálnia ismét megvédeni a címét. És nem sokára talán majd még látni fogjuk, vagy hát nem tudom, hogy látni fogjuk-e, de elvileg nem olyan nagyon későn meg kell érkeznie Király Zsoltnak, a Rafikával, annak a Király Zsoltnak, aki ezek szerint most sem tudta megszerezni első kék szalag győzelmét. Ezek pedig a győztesek boldogságának pillanatai. Én azt javaslom, hogy itt fognak elhaladni előttünk. Hát gratulálunk Littkei Farkinak és csapatának. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény küzdelem volt itt a végén, és természetesen én szerintem gratulálunk Király Zsoltnak is, hiszen az, hogy ez egy ilyen izgalmas verseny lehetett, ez a két hajó kellett, ez a két emberke kellett és a csapata, hiszen én úgy gondolom, hogy a kék szalagok egyik legizgalmasabb verseny volt, amely nem egy rövid, befutó távon alakult izgalmassá, hanem szinte a keszthelyi fordulót követően izgulhattunk végig a két hajóért. És természetesen én úgy gondolom, hogy tekintete arra, hogy pár percen belül majd feltűnik a Király Zsolt is, és szerintem őt is nagy üdvrialgás fogadja majd a balatonfüredi molon. Hozzáteszem, hogy megérdemeltem. És igen, és most a győztes ugye szokásoknak megfelelően elindul a balatonfüredi kikötő elé, a közönség elé. Hát ha már valamilyen módon különlegessé kell tenni ezt a 11. győzelmet, akkor Littkei Farkas azt hiszem tényleg emlékezni fog rá, nem csak azért, mert ez volt az utolsó hagyományos kékszalagverseny, hanem azért is, mert valóban ennyire szoros és ennyire kiélezett versenyfutás azért nem sokszor volt itt a kék szalagon az ő sikerei alkalmával. A 45. kék szalag, az utolsó úgynevezett klasszikus zárt kék szalag, győztes hajójának kormányosa Littkei Farkas itt ül mellettem. Gratulálok! Köszönjük szépen! Mennyire volt fárasztó? Láttam, itt volt egy kép, amikor már a motoroson ültél, fújtattál egy nagyot, de közben mosolyogtál. Fárasztó volt, sokat vitorláztunk, koncentrálni kellett, és a versenynek a jelentős részében le voltunk maradva. Egy nehéz küzdelemben nyertük meg ezt a versenyt. Hol volt a fordulópont? Több fordulópont is volt? Igen, egyszer a Szigligeti öbölben legyengült a szél, és az nekünk nagyon jó volt, akkor fölgyorsultunk, és utol is értük a Rafikát, aki odáig vezetett. A döntő az a parti szél megérkezése volt, amivel mi előnybe kerültünk velük szemben. A két zseniális húzást egy picit fejtsük ki részletesebben. Az egyik ugye a Szigligeti öbölben felhúztátok az úgynevezett Code Zero vitorlát. Azzal azt hiszem, hogy mindenkit megleptél. Igen, ezt most csináltuk, tehát ezt múlt héten, pénteken néztük, akkor már volt valamennyire értelmes előrejelzés, és azt ígérte, hogy lesz gyenge szél, és akkor megcsináltam ezt a vitorlát. Leküldtük, a lányok elkészítették, van egy vitorlaszobó műhelyünk, a Littkei Sales, és nagyon jól működött, tehát fantasztikusan gyors lett pont arra a szélre, amire terveztük. És talán sokáig kitartottál, sőt végig kitartottál a déli part mellett, a Rafika pedig azt hiszem, hogy egy kicsikét későn váltott ki a déli partra. Így van, igen. Egy órával előbb érkezett a parti szél, úgyhogy ők kiszámolták jól, nem hibáztak, előbb megjött egy órával. Talán a nagy meleg miatt. 11-szer nyerted meg a kék szalagot a Balaton kerülő vitorlás verseny. Tudom, hogy nehéz rangsorolni, de ha kellene rangsort állítani, akkor ez az idei siker, ez a 2013-as siker, ez hová kerülne a rangsorban? Első alkalommal van, hogy két hajó is gyorsabb volt, mint mi. És azt hiszem, ilyen szempontból ez a legértékesebb, de ugye a legfrissebb gyereket szereti az ember nagyon. Nem tudom, most ezt nem tudom rangsorolni, de nagyon jó ez a verseny. Tehát tényleg gyorsabbak voltak a Rafika is, meg a Principessa is a versenynek a 90%-ában, mint mi. De a végén ti futottatok be elsőnek a balatonfüredi célba. Ez így van. Egy picikét, mintha berekedtél volna, mennyit kellett kiabálni, mennyit kellett utasítani a legénységet? Kellett, mert itt a végén nagyon nagy volt a hangzavar.
Hát a csörlők hangjai, meg a víz, szél, és kell kiabálni, hogy halljuk egymást. Milyen lesz az ünneplés most a 11. kékszalag siker után? Biztos lesz egy kis ünneplés. Hazaviszük a jó kenesére, és ünnepelni fogunk. Hány tagú egyébként a legénység? 17-en vagyunk. Az Evopro-nak a tulajdonosa is, Mészáros Csaba is velünk van, és hát nagyon sok új fiú, akik miatt ez nagyon értékes ez a győzelem. Hát akkor kocincsunk erre a 2013-as sikerre. Gratulálok még egyszer a legénységnek is, meg persze a kormányosnak, vagyis neked. Köszönöm szépen. A 45. kékszalagért folytatott tókerülő, tehát Litkei Farkas és csapata sikerét hozta, megelőzve Király Zsolt Trafikáját és a Rauschenberger Miklós kormányozta Principessát. A szombat délelőtti 9 órás limit idő lejártáig 337 hajó teljesítette a távot. Ez volt a 45. kékszalag laptop.hu nagydíja Balatonon. A folytatásban is tartsanak velünk. Jó szelet mindenkinek!